Üdvözöllek benneteket! Mai órán a területmérésével fogunk megismerkedni. Ha adott egy síkidom, és annak a területét szeretnénk meghatározni, akkor valójában a zárt vonal által határolt belső tartomány nagyságát kell, hogy kifejezzük. Ez nagyjából annyit jelent, hogy ezt a belső tartománynak a nagyságát összehasonlítjuk egy egységnyi oldalhosszúságú négyzettel. Tehát, nagyon egyszerűen mondva, megnézzük, hogy hányszor tartalmazza a síkidom ezt az egységnyi négyzetet. Ezek szerint a terület két részből áll. Egyrészt a mérőszámból, amely meghatározza, hogy hányszor tartalmazza, másrészt pedig a mértékegységből, ami valójában ez az egységnyi négyzet. Amikor azt mondjuk, hogy egy síkidomnak a területe 15 négyzetméter, akkor láthatjuk, hogy mi is a mértékegység, illetve hányszor tartalmazza az adott síkidom az egységnyi négyzetet. Folytatásban nézzük néhány egyszerű feladatot. Határozzuk meg a következő síkidom területét a melléket egységterület segítségével. Adott tehát egy síkidom, ez egy téglalap, nézzük meg, hogy a négyzetet, az egységnyi területet hányszor tudjuk elhelyezni benne. Könnyűszerrel meg tudjuk állapítani, hogy a téglalapnak a területe 6 négyzet. Ha ugyanezt a téglalapot most egy másik egységterületet szeretnénk kifejezni, ami egy másik kis téglalap, ellenőrizzük le, hogy hányszor található meg benne, láthatjuk, hogy jelen esetben ugyanaz az alakzat 3 téglalapnyi területű. Ha még tovább haladnánk, ugyanezt az alakzatot most egy háromszög területével szeretnénk kifejezni. Számoljuk meg, hogy hányszor tudjuk elhelyezni benne, láthatjuk, hogy ugyanarról az alakzatról van szó, viszont a mérőszám most 12, viszont a mértékegység 3. Láthatjuk, hogy ugyanannak az alakzatnak a területét különböző mérőszámokkal fejeztük ki. Egyszer 6, egyszer 3, egyszer pedig 12. Ez azért volt, mert a mérőszám, amelyel kifejeztük, függ attól, hogy milyen mértékegységet használunk. Nem mindegy, hogy az alapterületünk négyzet, téglalap vagy 3. Ugyanígy a különböző alakzatok mérésénél is különböző mértékegységeket használunk. Az alapmértékegység, amelyet a terület mérésére használunk, az egy olyan négyzet, melynek az oldala 1 méter. Így ezt a mértékegységet nevezzük négyzetméternek, és a jele 1 méter és felső indexként írjuk a négyzetet, vagyis a 2-est. Ezzel fogjuk kifejezni alapban a területeknek a nagyságát. Az alapmértékegységtől léteznek kisebb és nagyobb mértékegységek is. Ismerkedjünk meg néhányal ezek közül. Alapul indulunk tehát a négyzetméterrel. Tőle kisebbek a négyzet deciméter, a négyzet centiméter, illetve a négyzet milliméter. Tőle nagyobbak az ár, a hektár, illetve a négyzet kilométer. Természetesen mindkét irányban léteznek még más mértékegységek, viszont a mi leckénkben ezekkel fogunk foglalkozni. Ha a mi számegyenesünkön végig jelöljük ezeket a mértékegységeket, említettük már, tehát középen lesz a négyzetméter, tőle kisebb a négyzet deciméter. Mivel tudjuk, hogy a méterben 10 deciméter található, négyzet területéről tudjuk, hogy 10×10, éppen ezért ilyenkor a váltószám 100 lesz. Tehát egy négyzetméterben 100 négyzet deciméter található. A négyzet decimétertől 100-szor kisebb a négyzet centiméter. Ha most azt szeretnénk megtudni, hogy a négyzetméter hányszor nagyobb, mint a négyzet centiméter, akkor a 100×100-at kell elvégeznünk, ami 10 000-et ad. A négyzet centimétertől 100-szor kisebb egység a négyzet milliméter. És ugyanúgy a négyzetmétert, ha most négyzet milliméterbe szeretnénk kifejezni, 100×100×100, vagyis összesen lesz 6 nulla, ami milliót eredményez. Ugyanígy a métertől nagyobb mértékegységek, először is az ár, az egy ár az 10×10 méter, vagyis 100 négyzetméter, 100-szor nagyobb az ártól a hektár.
Ugyanígy a hektár 100 × 100, vagyis 10 000 négyzetméter. A hektártól 100-szor nagyobb a négyzetkilométer. És ha most azt szeretnénk megtudni, hogy egy négyzetkilométerben hány négyzetméter van, ugyanúgy, mint hogy az előtt a négyzetmilliméter és a négyzetméter között, 100 × 100 × 100, vagyis egy egyes és 6 darab nulla, ez pedig az 1 millió. Íme láthattuk az összefüggést az alapmértékegység, tehát a négyzetméter, és a tőle kisebb, illetve tőle nagyobb mértékegységek között. Ezt felhasználva bármikor, bármilyen mértékegységet át tudunk alakítani egy másik mértékegységre. A következő leckében ezzel kapcsolatban fogunk feladatokat megoldani. Köszönöm a figyelmeteket!